Xavi vagy Simeone, Atletico vagy Barcelona, támadó vagy védekező foci? Ez a hétvége nagy kérdése. Ez mindenképpen egy különleges adás lesz, de nem csak miattunk, hanem kicsit a világ miatt is, meg a rendeződések miatt is, ugyanis most a La Liga fordulóval fogjuk kezdeni majd itt az esélylesőket, és ennek az oka pedig az, hogy a Premier League-ben gyakorlatilag áll a bajnokság az FA Kupa fordulók miatt. A Bundesliga-ban még mindig pihennek, sőt ott nagyon sokáig január 20-án lesz van az első mérkőzés, akkor egy Bayern München, Lipcse, hogyha jól emlékszem, vagy Lipcse-Bayern meccsel indul majd a bajnokság, úgyhogy emiatt lesznek La Liga és Serie A mérkőzések, de ezek miatt 2-2 gyakorlatilag minden ligából, úgyhogy majd az első kiemelt meccsünk ezúttal a Real Madrid összecsapás lesz. A világbajnokságra is reflektálva így az első témaponttal, hogy már klubfoci, meg minden, de kicsit beszéljünk Karim Benzemáról, aki azt mondta, hogy oké, akkor neki itt a francia válogatottal többet nincs dolga, és csak a Real Madridra fókuszálna a mostantól kezdve. Ez lehet bármilyen előny, és akkor a francia válogatott szempontjából, akkor lehet itt valami igazság abban, hogy ki lett onnan furva, meg olyan, hogy ő elhagyta az edzőtábort így az éleple alatt, és senki nem küldte haza, mégis hazament? Hát, édesem küldte. Tehát elmondta, hogy sérült játékos ne jöjjön a világbajnokságra. Még hogyha Benzema úgy is gondolja, hogy ő mondjuk a 16 között, vagy legkésőbb a 8 között már bevethető lett volna. Szerintem a francia válogatottnak alapvetően jót tett, hogy ő nem volt ott. Már a játékra is jó hatással volt, erről beszéltünk bőven a VB alatt. Most, hogy azok a hírek megjelentek, hogy többek között a vezéregyéniségek közül Doris vagy éppen Griezmann ennek a hírnek kifejezetten örült, hogy akkor Benzema mégsem tart velük erre a VB-re. Biztos, hogy van valamiféle valóság alapja, és szerintem is, amikor legutóbb az Európa-bajnokságban játszottak, ott a pályán sem feltétlenül működött ez a csapat Benzemával, és lehet, hogy az öltözőben is ez okozott konfliktusokat, de én mindig azt mondom, hogy ezeket a híreket fenntartásokkal kezeljük. Nem biztos, hogy ez olyan durván nézett ki, mint ahogy most ezt elmondjuk, de szerintem a franciák jól jártak ezzel, Benzema nyilván emiatt valamelyest és talán jogosan sértve is érzi magát, de szerintem az ő további pályafutásának meg kifejezetten jót fog tenni, legalább már a válogatottra nem kell koncentrálnia. Ez egyébként az ő utóbbi években látott pályafutásának egyébként is része volt, pontosabban nem volt része a francia válogatott. Pont ezzel kérdezem, hogy most mennyire lesz mondjuk hatással Real Madriddal, mert tulajdonképpen ő most került vissza az elmúlt másfél évben gyakorlatilag a válogatottba, és lett mondjuk alapember vagy kezdő, de legalábbis kerettag. És eddig... Azt nem láttuk, hogy ez rossz hatással lett volna a játékára, tehát, sőt tulajdonképpen élete formáját produkált ugye az előző szezonban. Valamelyest biztos könnyebbség lesz, de előtte meg azért elég sokáig ugye tényleg nem játszott a válogatottban, úgyhogy nem tudom, ezt mennyire kell bármilyen szinten tényleg számolni ezzel, hogy mit jelent ez neki a pályafutásában, vagy sem. Nem jelentett eddig sem különösebb problémát. Most akkor, hogy persze ez nyilván egy kisebb, vagy egy nagyobb terv lekerül a vállalra, és nem kell vele foglalkozni. Jelentett könnyebbséget, de nem hiszem, hogy ez jelentősen befolyásolja az ő további pályafutását. Viszont a világbajnoki teljesítmények azért a saját játékosodnak a klubkarrierjére azért lehet hatással. Gondolok itt arra például, hogy Marco Asensio rendkívül jól játszott a spanyol válogatottba, és bekerült rögtön a Real Madrid kezdőjébe, sőt a kupa meccsen is a kezdőben kapott szerepet, és egyébként nem is játszott rosszul az első bajnokin a VB után. De ezt már a VB előtt láthattuk, hogy ezért Ancelotti elkezdett neki bizalmat szavazni, csereként beállva azért néhányszor eredményes is tudott lenni. És erről most már évek óta szó van, hogy Asensiónak közelből a Real Madridnál ez a szerep juthat, hogy egy ilyen rotációs figura lehet mondjuk ott a jobb oldalon. Még az, miután Luis Enrique használta középen, és ez is felmerülhet, de ott a Real Madrid esetében meg láthattuk, hogy Rodrigo ezen a poszton jobban működik. Persze, hogyha választani kell mondjuk, hogyha szükség esetén Asensiót vagy Eden Hazard használja középen Carlo Ancelotti, akkor lehet, hogy most már a mérlegnyelve az Asensio felé billenne. Itt Hazardnak a súlyára gondolsz? Vagy ugye, hát, ha valaki látta mondjuk a Real szurkolók közül most ezt a kupa meccset például, Eden Hazard gyakorlatilag láthatatlan volt, tehát labdaérítés alig volt az egész meccsen, egy egyedosztályú csapattal szemben, úgyhogy... Beszéljünk Luka Modricról, akinek a hiánya is azért valamilyen szinten látványos volt, mert a Valladolid elleni meccs hiába lett 2-0, aki nem látta a mérkőzés, azért nagyon-nagyon nehéz, szenvedős meccs volt, és a meccs végén sikerült a saját javára fordítani a Real Madridnak, ott is kellett egy ilyen szerencsés 11-es szituáció ahhoz, hogy ez megtörténjen. Modric hiányzott-e szerintetek, vagy egészen más volt ennek az oka? Nem hiszem, hogy specifikusan Modric hiányzott, azért nem csak Modric volt az, aki kiülte ezt a meccset, ugye többek között ő is Tchouaméni mellett az a játékos,
aki ott volt a világbajnokságnak a végjátékában, hogy őket még nem játszotta Ancelotti, és ez a két játékos, hogyha egyszerre hiányzik, az meglátszódik, még hogyha mondjuk Dani Ceballosnak nem is volt annyira rossz mérkőzés, Fede Valverde szintén sokszor játszott már ebben a jobb oldali 8-as pozícióban, de szerintem nem feltétlenül ideális például az sem, hogy Toni Kroos ezt az egyedüli 6-os posztot tölti be, még hogyha persze labdával nagyon ügyes is, de azért Tchouaménivel sokkal jobban megvan a balansz a Real Madrid játékában, még akkor is, hogyha Modric ott van mellette a pályán, egyszerűen sokkal rugalmasabb tud lenni a Real Madridnak a szerkezete is. De Modric valószínűleg előbb-utóbb visszakerül a csapatba, itt gondolom, hogy a világbajnoki terhelés miatt kapott egy kis pihenőt. Elég gyanús, nyilván nem hiszem, hogy nagyon sokáig tartaná hidegen őt majd Ancelotti. Kicsit a támadójátékról az érdemes beszélni a Real Madridnál, mert én azt érzem, hogy, és ez a spanyol bajnokságban látszik, hogy nagyon sokszor ilyen szenvedőssé válik a csapat játéka, és nagyon ugye erre a Vinicius Benzema játék kapcsolatra épül, amit egyre inkább kiismernek, hogy Benzemát hogyan kell levédekezni a visszamozgásra, és hogy hogyan lehet leduplázni úgy Vinicius, hogy kvázi kivegyék a játékból. Ancelottinak kellene valamilyen újítást bevezetnie, vagy nem kell aggódni, mert ez úgyis olyan klasszis, az a két játékos, hogy megoldják majd a szituációt. Hát meg ebből a forgásba vegyük bele a bal hátvédet is, vagy éppen a baloldali középpályás, ugye most ebben az esetben ezt Ceballos töltötte be, ugye Kroos szokott inkább ezen a poszton játszani. Ez nagyon érdekes, mert hogy ezen hogy akarsz változtatni? Tehát Carlo Ancelotti futballjában, meg alapvetően a Real Madridnál is szerintem hagyományosan nagyon nagy szerepe van annak, hogy a játékosok közötti kapcsolatok hogyan működnek, hogy közel tudnak-e játszani egymás azok a játékosok között, ezek a kapcsolatok jól működnek, és azért azt láttuk az elmúlt években, hogyha Vinicius és Benzema egymás mellett, vagy egymáshoz közel játszik, és ők tudnak összejátszani, abból azért nagyon szép dolgok sülnek ki. Nyilván ennek is köszönhető az, hogy a Real Madrid a támadásainak többségét abszolút a bal oldalon vezeti, és a jobb oldalon gyakorlatilag nagyon sokszor szinte senki nem tartja a szélességet, vagy maximum a szélső hátvéd, és vagy a centrális zónákban, vagy a bal oldalon játszanak. Ez ilyen szempontból sokkal kiszámíthatóbbá teszi valóban az, hogy hogyan építik fel a támadásaikat, viszont olyan klasszis játékosokkal, mint Benzema, Vinicius, és hiába tudott-e, hogy Benzema vissza fog mozogni, Vinicius meg valószínűleg be fog indulni, ezt az esetek többségében, hogyha sokszor próbálkoznak vele, akkor meg fogják tudni oldani. És persze ebből kijöhetnek szenvedősebb mérkőzések is, de azt meg látjuk most már nagy mintán, hogy ez a kapcsolat működik és eredményes a Real Madrid számára. Beszéljünk kicsit a Villarrealról is, hiszen a Valencia elleni meccsen számomra meglepő módon egészen jól nézett ki a Villarreal, és főleg az átmenetekből volt nagyon-nagyon veszélyes a Valencia kapujára. A kérdés az, hogy esetleg lehet-e emiatt a Real Madrid egy kicsit óvatosabb, egyébként a top csapatok ellen sokszor mélyebbről kezdi meg a támadásait, és inkább a kontrákra épít. A Villarrealnál pedig el tudjuk azt képzelni, hogy egy magasabbra húzott védelem mellett fognak focizni, tehát hogy alapvetően lehet, hogy ez a Real Madridnak jobban is állna, hogyha kicsit visszaállna a Villarreal ellen. Nem tudom, mi állhat jól a Real Madridnak még így ebben a VB utáni formában hirtelenjében, de most kifejezetten a Villarreal miatt, amik persze idegenben mennek, de nem gondolom, hogy azért jelentősen átalakítaná a játékát Ancelotti. Szerintem sem nagyon fognak alkalmazkodni a Villarrealhoz, és azért azt tegyük hozzá, hogy talán ez a Villarreal még úgyis, hogy hazai pályán játszik. Valószínűleg jobban fog illeszkedni a Real Madridnak, mint mondjuk az Unai Emery fél Villarreal, aki ha kellett, akkor az a szégyentelenül visszahúzta akár mindkét szélső védőt, ahogy most például láttuk az Aston Villánál a Tottenham ellen, vagy akár a korábbi mérkőzések, ahol 6 védővel álltak fel egy ilyen 6-2-2-es felállásban. Azért Setiennél talán egy picit bátrabb lesz a Villarreal, és hozzátéve, hogy a labda nélküli játékban azért megtartott bizonyos elemeket abból, amiket Unai Emery alatt láttunk, tehát például a jobb oldalon csukva ezzel a mérkőzésen is folyamatosan visszazetődik védőnek, de azért labdabirtoklásban vannak változások. És én nem is feltétlenül csak az átmenetekben látom azt, hogy hatékony lenne ez a Villarreal. Szerintem nekik nagyon jót tett az, hogy le tudtak nyomni egy ilyen mini felkészülést viszonylag sok olyan játékossal, akik alapvetően tagjai az első csapatnak, és már látványosak azok a változások, hogy hogyan alakultak át bizonyos szerepek, és szerintem itt a középpálya a leglátványosabb. Ahogy Emery alatt azt látottuk, hogy a Parejo Capoe 2-s ott helyezkedik folyamatosan a védelem előtt, most Capoe-ból lett egy ilyen box-to-box 8-as. Tehát folyamatosan azt láttuk például a Valenciáni mérkőzésen, hogy Gerard Moreno középcsatárként visszalép, és az ő általa megteremtett területet nem is feltétlenül az egyik szélső, hogy Jeremy Pinós átkerült a másik oldalra és szűken játszott, hanem Capoe próbálta bejátszani, és ebből voltak helyzetei, voltak lövései, nagyon veszélyesen játszott. Most a kupa meccsen például gólt is lőtt, Parejo pedig szinte mélységi irányítóként most már egyedül vállalja magára azt, hogy elindítja a támadásokat. Ez picit más, picit támadóbb szelleműbb is, több támadót tartanak elő, hogy az egyik szélső hátvéd szintén magasabban játszik, de ennek persze megvannak a maga kockázatai, hogyha a labdavesztés után meg nem tudnak hatékonyan visszatámadni, és a Real Madrid ellen ez azért nagyon halálos, és lehet a Villarrealra nézve.
Itt beszéljünk a kapusposztról is, hiszen Reina védett a Valencia ellen, aki gyakorlatilag oda box, de paskolta Cavani elé az egyik, hát mondjuk úgy, hogy veszélytelen, nagyon távoli lövést. Rulli egy percet nem játszott a világbajnokságon, de nyilván emiatt kapott egy kis pihenőt. Hát meg vannak ilyen hírek, hogy általában az Ajax elég erőt teljesen nézegetés. Mi a jában sem fog. Így van, hogy lehet, hogy őt már nem fogják látni a Villarreal szurkolói, az egy elég kellemetlen fejlemény, azért tényleg látva mondjuk. Nagyon szeretem Pepe Reina, de nyilván azért ez neki már nem biztos, hogy gyállandó szeretet. Hány éve mondjuk, hogy neki már nem biztos, nem? Hát... Igen, de most de ez pont, hogy mondjam, jól látva neki, hogy ő véd a kupameccseken, meg egy-két alkalom, hogyha szükség van rá, így azért szerintem lesznek problémák a Villarrealnál, vagy nem tudom, hogy mennyire veszik komolyan ezt a kérdést, hogy akkor azért lehet, hogy nem ártana egy stabil első kapust szerezniük. Hát mi? Fiatal, ígéretes játékos Pepe Reina, tehát még fejlődhet. De egyébként nyilván azért Reinával alapvetően mindig benne voltak ezek a hibák már korábban, és attól függetlenül, hogy azért nagyon sokáig nagyon magas szinten játszott. Ami azért szerintem a Villarrealnak még kedvezhet is, hogyha most tavaszra ő válik az első számú kapussá, hogy azért a lábbal sokkal jobb, mint Rulli, akiben bízott Emery a támadások építésekor is, de azért na, azért az ember... Nem volt azért olyan fontos szerepe egyébként támadás építésekor. Igen, de ebben is látszik a különbség egyébként, hogy nagyon sokszor, és hogy nem véletlen, hogy azért Reina a Napoliban játszottal erre nagyon nagy hangsúlyt fektettek például Sárival, vagy éppen a Bayern Münchenben játszott, amikor Guardiola volt az edző. Például itt a valenciai mérkőzésen is nagyon sokszor ez volt, hogy Reina egyszerűen felcipelte a labdát, hogy ennek az a célja, és ezt például nagyon sokszor látjuk akár Roberto De Zerbi csapatainál, és hogy ki akarják kényszeríteni azt, hogy támadjanak le minket, mert ha például valaki arra szánja el magát, hogy megtámadja a kapust, akkor valahol máshol más lesz szabad ember. Ebbe a fajta fociba szerintem Reina még jobban is beleillik, és azért ne tagadjuk le, hogy Rulliban is bőven benne voltak a hibák. Tehát, hogy azért őt nem kerülték el a potyák az elmúlt években, ilyen szempontból nem biztos, hogy ezen a kapusposzton fog múlni a Villarrealnak a tavaszi szereplése. 17 éve védett Reina utoljára a spanyol bajnoki mérkőzésen, ezt ízlelgessük egy kicsit. Azért nagyon kemény. De valóban Rulli egyébként egy olyan kapus volt, hogy levédett 3 meccset 10-esre, aztán meg kapott 2 potyát egy mérkőzésen, valóban erről lehet beszélni. De beszélj még Gerard Morenóról, aki hát mondjuk úgy, hogy ugye, neki ugye van 3 fázisa, vagy sérült, ebből mostanában sokat láttunk, a másik az, amikor visszatér a sérülésből, és még rettenetesen rossz, na ebben van gyakorlatilag meg most, és viszonylag keveset láttunk mostanában. Rettenetesen rossz, biztos? Hát, nekem tetszett? Jól került helyzetbe, de jól hagyta ki őket igazából ezeket a szituációkat, és ez az, ami egy pillanatban megy átkattan, és elkezdi rúdosni a gólokat, és újra az 1-es fázis következik, sajnos. ez a probléma vele. De hogy ő azért nagyon hiányzik ebből a Villarrealból, nem? Tehát, hogy tulajdonképpen a Villarrealnak az eredményesség azért nagyon-nagyon sokban múlt. Nincsen még egy ilyen játékos nyilván a keretben. Gerard Moreno egyébként is a spanyol bajnokságban is a legjobb a közé tartozik, ha éppen a jó formájában játszik. Ebből azt mondom, persze az óriási hiány a Villarrealnál. Hát ugye Moreno esetében szerintem érdekes az, hogy most már nem a szélről indulva játszik, hanem középen. Gyakorlatilag tényleg egy ilyen hamis 9-es volt a Valencia ellen, és ez szerintem azért fontos, mert még a nyáron, meg az első pár fordulóban beszélgettünk talán arról, hogy azért ennek a Villarrealnak nem ártott volna, hogyha tudnak igazolni egy centert. Főleg abban a játékrendszerben, amit Unai Emeryben láttunk, hogy gyakran ketten voltak elő, és abban jó, hogyha az egyik inkább egy ilyen klasszikusabb befejező csatár. Na most azzal, hogy ha Setién erre tartósan 4-3-3-at akar játszatni, egy visszamozgó centerrel, na az Gerard Moreno fel tudja tölteni. És úgy, hogy van két olyan szélsőd, mint Jeremy Pino, vagy éppen Csukwueze, és akkor Danjumáról még nem is beszéltünk, hogy azért direktebben tudják támadni a kaput, jól tudnak egyezni, az a csapatdinamikák jobban működhetnek. Most Gerard Moreno például ott a mérkőzés elején kihagyta már is az év zicserét, az egy dolog, meglátjuk, hogy ez így marad-e, de mióta a Villarrealban játszik, és ezért azóta már hosszú idő eltelt, meg jó pár szezon, ez mindössze a második olyan idénye, és most kifejezetten kis mintáról is beszélünk a sérülése miatt ebben a szezonban, amikor a várható góljának a számát azt alulrúgja. Az elmúlt 3 szezonban ez például mindig felül teljesítette, tehát szerintem nem arról van szó, hogy mondjuk Gerard Moreno egy tartósan rossz befejező lenne, szerintem ez a hosszú távon nem. Ja, nem is erre akartam utalni, hanem van ez a hullám, amit ha túlmegy, akkor megint szenzációs, csak még jelenleg nincs ott a szenzáció. Hát azt kell most csinálnunk, hogy akkor ne sérüljön meg, amikor most már formába lendül. Ez nyilván a legnehezebb megoldani. Hát kikeszhetén is ebbe bízik, na de hogy mibe bízik itt Xavi és Diego Simeone, azt is érdemes kibeszélni, folytassuk az Atletico Madrid-Barcelona összecsapással, és itt az egész kapcsán kezdjük ezzel a Lewandowski ügyel, ami hát több mint furcsa, bonyolult, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Aki esetleg nem tudná, hogy mi a szituáció itt, még november 8-án volt egy bajnoki a Barcelona az Osasuna ellen játszott, amikor Lewandowskit kiállították, és ugye az első bajnoki fordulója a VB után a Barcelona, ez december 31-én volt, egy katalán derbi az Espanyol ellen, és
Várj, bonyolítsuk tovább. Igen? Az ügyet, mert ugye egy dolog, hogy kiállítottak, ugye ment lefelé a pályáról valamit a szöveget, és ezért kapott ki ugye plusz eltiltást. És ugye a Barca emiatt fellebbezte meg ezt az egész sztorit, ebből jött ez, hogy jó, akkor felfüggesztik az eltiltást addig, amíg a fellebbezés le nem tárgyalják. És ugye az Espanyol meg ugye arra próbálna bazírozni, hogy hát de a két sárgalap miatt ugye automatikusan járna neki egy meccses eltiltás, hogy akkor meg miért játszhatott ezen a meccsen. De meg közben, hogyha meg van egy érvényes döntésed a szövetség részéről, vagy a liga részéről, hogy felfüggesztve van az az eltiltás, akkor nem tudom, miben bízik az Espanyol. Világos, az Espanyol részéről én értem is egyébként a kifakadás, meg a kiakadás, mert ugye mindenki úgy azzal, még Xavi is azzal kalkulált, hogy nem játszhat Lewandowski ezen a találkozón. Egyébként utólagosan igazából szinte... Végül csak egy pontot veszítenek. Igazából szinte mindegy, de hogy november 8-a után megtörtént a fellebbezés, és volt egy hónap ideje gyakorlatilag a ligának döntést hozni. Nem hoztak döntést. Nézzék a végén. Majd az Espanyol elleni meccs után néhány nappal meghozzák a döntést, ez konkrétan szerdán született meg a döntés, hogy akkor mostantól az Atletico elleni meccsen már nem játszott Lewandowski, és mostantól él a három mérkőzéses eltiltás, ugye az extra mutogatás. Szerintem teljesen nyilvánvaló, hogy mi történik. El akarják csalni a bajnokságot a Barcelonával. Én ezt látom mögötte, és ez szerintem nem vita tárgya. De ezt annyiszor mondtuk már, tényleg ez annyira szeretem, a Szidlónak ez a óriási dumája, hogy a spanyol foci az, ami Jenik játszanak és idióták irányítanak, és erre egy újabb tökéletes példa, és ezek hétről hétre jönnek elő. És így Mateulához pedig ennek a megtöstösülése. Abszolút, úristen, egy Mateulához adás, majd lehet, hogy kéne csinálni a top 10-be. Na, de akkor a kérdés az, hogy hogyan kell Lewandowskit pótolni, most ez a Xavinak a fő kérdés. És Depay-jal, Ferran Torres esetleg valaki mással, mert hogy alapvetően úgy készült, szerintem Memphis Depay is, hogy ő a kezdőben játszik az Espanyol ellen, egy percet nem kapott végül. Adná magát egyébként Depay, főleg azután, hogy azért ősszel gyakorlatilag szinte semmit sem játszott a sérülése miatt. És hogyha az egyetemű alternatívát kell keresni, akkor ő adja magát, másképp is ott van Ferran Torres, mondjuk ezt a kupa meccset nem teszi feltétlenül zsebre. És hogy azt se felejtsük el, hogy Ansu Fatit is láttuk már középen játszani, nem feltétlen gondolom, hogy neki ez a legjobb pozíciója, de szerintem ez egy érdekes kérdés, mert annyira Lewandowski domináns volt ősszel a Barcelonának a támadójátéka, szinte minden helyzetet rápróbáltak kijátszani, és őt egy az egyben profilban egyik játékos sem tudja pótolni, mindenki egy picit más tud, mind Depay, mind Torres, akár például Ansu Fati. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Xavi mit fog húzni. Én Depay tartom az egyértelmű választásnak, lehet, hogy tévedek, és megint Ferran Torres kezd mondjuk középen. De főleg ellen az Atletico lenni, és inkább az mondom, hogy Depayban lenne több fantázia. Ezt meglátjuk persze, mert hogy Simeone mennyire variálja az ő védelmét, meg egyáltalán a csapat a játékát, de abszolút első számú választás az biztos, hogy Depay lenne. És ezt a Lahoz faktort, ha már behoztátok, azért muszáj róla beszélni, mert kiállította a Jordi Albát az Espanyol elleni meccsen, és utólagosan elmondta, hogy ja, hát ő nem tudta, hogy van már egy sárgája a Jordi Albának, úgyhogy bocs, hogy kiállítottalak, tehát hogyha de miért mondasz, de hogyha már beleállsz, hogy kiállítod, akkor már de hogy mondasz? Tehát a sárga alap kevésbé sárga alap, hogyha már előtte kapott egy sárga alap. Ezért nem értem, hogyha tényleg sárgát akart adni, akkor értem. Ezt szokták mondani, azért, tehát, de ebből is látszik, hogy alapvetően csak benne van egy bírónak a fejében ez alapvetően, tehát nem gépek irányítják ezeket a meccseket. Meg szerencsé, hogy Jorge Sampaolinak nem volt még sárga, amikor negyed óra után őt meg elküldte a kispadról a kupa mérkőzésen. Jó, de gyorsan egyébként javított ezt a problémát, aztán, hogy azzal, hogy Vinny Sousa-t is kiállította. Hát, úgyhogy... Azt a Vinny de Sousa kiállítás senki nem érti igazából, hogy ott hogy lett Vinny de Sousa kiállítva, ő is egyébként szövegelés miatt. Hihetetlen Mateulához-nak a munkássága alapvetően, főleg mostanában, de tulajdonképpen erre a meccsre azért fontos, mert Jordi Alba nem játszhat baloldali védő pozícióban, aki az utóbbi időben visszanyerte tulajdonképpen az első számú bal hátvéd posztját. Nem tudom, ismerkedni még Marcos Alonsoval, vagy... Baldé. Szerintem is Baldé fog játszani. Hát bár a Xavinak az ilyen pervers vonzódását Marcos Alonsohoz, bár lehet, hogy berakja közép hátvédnek, nem tudom, ilyet is láttunk már, de szerintem is Baldé azért egy egyértelmű választás az Atletico Madrid ellen. Azért sok többféleképpen tud szerintem bontani akár egy az egyben Marcos Alonsohoz képest is, és nagyon sok függ attól szerintem, hogy ki fog játszani például balszélsőként, és ott milyen dinamikát akarnak megvalósítani, hogy általában ezek a rotációk vannak ott a Barcelonán, hogy Pedri mondjuk visszalép mélyre, fellép a balszélső hátvéd, és a szélső támadó húzódik befelé, azért Jordi Alba esetében például sokszor látjuk azt is, hogy ő vesz fel egy ilyen centrálisabb pozíciót, Marcos Alonsoval azt azért nehezebben tudod eljátszani.
Itt a bal-szélső kapcsolatot az azért is érdekes felhozni, mert tudjuk, hogy kicsit össze is kötődik a jobboldali szélső pozícióval, mert hogyha Rafinha bitorolja a jobboldali szélső pozíciót, akkor általában Dembélé vagy a kispadon, vagy baloldalon játszik. Ha Dembélé játszik jobboldalon, akkor meg mindig az a kérdés, hogy akkor ki lesz a bal-szélső. Hát rosszabb eset, meg Rafinha játszik a baloldalon. Az a legrosszabb eset, de ebből hál' Istennek nem sokat láttunk. Nekem nagyon érdekes Rafinhának az egész megítélése itt a Barcelona kapcsán. A szurkolók részéről is, picit a média részéről is, hogy őt már így elkönyvelték sokan ilyen flop igazolásnak, hogy hát ennyi pénzért miért kellett ezt az embert szerződtetni, és én sem feltétlenül értettem, hogy a Barcelona anyagi helyzetében, amikor sikerült Dembélével végül akkor még nem sikerült, pont ez a lényeg, hogy akkor még nem sikerült. Jó, de tárgyaltak vele, de és előtte már kifizették a nagy pénzt Rafinháját, akkor miért volt erre szükség, de alapvetően szerintem a teljesítményel nincsen gond. Egy teljes, így ránézésre egy teljesen másfajta futballt játszik, mint Dembélé, aki egy az egyben nagyon agilis jobbal, ballal megindul befelé, kifelé. És egyébként cserezési hatékonyságban ebben a szezonban Rafinha még jobb is, mint Dembélé, de nála nem ez a domináns, hanem a kreativitása. És ha megnézzük az egész Barcelona keretet, egyrészt, hogyha Rafinha a pályán van, átlagban őt keresik a társak a legtöbb progresszív átadással, és ha már őt megkeresik, meg megtalálják, akkor meg ő alakítja ki a legmagasabb minőségű helyzeteket. Tehát a Rafinha konkrétan a Barcelonának a legtermékenyebb játékosa, hogyha helyzetkialakításról van szó. És azt teszem hozzá, hogy szerintem a Barcelona ennek ellenére jobban működik Dembélével, pont azért, mert a jobb szélre kiszorítva tényleg a vonal mellé az ő cselezőkészsége, az, hogy ő nagyon váratlan dolgokat tud húzni, sokkal jobban tud kapura törni, az jobban működik ebben a rendszerben, ennek ellenére Rafinha teljesítményére, nagy egészet nézve szerintem például nem lehet panasz. Én sem érzem ezt egyébként, mert nem értem ezeket a hangokat. Szerintem az alapvető támadásépítése a Barcelonának az, ami meghatározza ezt. Mégpedig azért, mert baloldalon a bal hátvéd az általában mindig nagyon magasan fellép tulajdonképpen a támadásoknál, míg a jobb hátvéd pozíciót betöltő játékos nem teszi ezt, vagy betakozódik a középpályára, vagy mélyen marad tulajdonképpen, és a jobb oldali szélső támadó az igazából egyedül marad, és hogyha Rafinha befelé mozog, akkor nincs meg az a támogató játék jobb oldalon, míg Dembélé gyakorlatilag kifelé-befelé tud játszani, míg Rafinha inkább befelé tör. Alapvetően szerintem ez okozza ezt a kettős megítélést. Úgy voltak vele, hogy fú, most jön egy brazil válogatott szélső, fizettünk érte egy rakás pénzt, akkor neki most nem tudom, 200 gólt kell lőnie 10 meccs alatt, akkor majd nagyjából rendben leszünk, és szerintem egyszerűen ennyi van, csak óriási volt a hype mögött. Aztán ahhoz képest meg lehet, hogy nem lángol akkor, de közben meg igen, a teljesítményről azért nagyon nagy baj nincsen. És aki mögött óriási volt a hype, az nyilván Ansu Fati, aki ebben a szezonban ugyan 15 meccset játszott, de 4 alkalommal volt mindössze kezdő, és ugyan voltak jobb és szebb pillanatai, de igazából mondhatjuk azt, hogy nem történt meg az áttörés az ő karrierében, vagy az ő eddigi szezonjában? Hát törés az történt. Igen. Megtörés itt a sérülések miatt, szerintem lassult is egyébként pont ezek miatt, ami még azért lehet hatással az ő pályafutására. Keveset játszott, viszont amikor a pályán volt, akkor meg elképesztő hatékony volt. Tehát ha most ezt a 3 gólt, 3 gólpasszt nézzük, az 90 perces átlagban, az meccsenként egy gól vagy egy gólpassz. Ez azért nem rossz szerintem. És az az érdekes, hogy bár kevés játékpercet töltött a pályán, de kapura lövések tekintetében ott van a legjobbak között. És nem csak átlagban, mert az átlagban majdnem 5-öt jegyez 90 percenként, de összességében is a top-top a lövéseket tekintve. És ez mondhatnánk, hogy jó, mert mindenhonnan ellövöldözi a labdát, de nem. Lewandowski mögött az átlag lövés minősége, hogy honnan végzi el ezeket, az a második legjobb. Tehát ebben Ansu Fati még mindig jó. Szerintem néha tehát óvatosan kellett szerintem Ansu Fatit visszaépíteni ebbe a csapatba. Néha már túl óvatosan is sikerült ezt megoldani a Xavinak, de szerintem benne bőven ott van, hogy hamarosan is mit húzó ember lesz ennek az együttesnek. Főleg már Lewandowskival szerintem ők nagyon érzik egymást, amikor közel játszanak egymáshoz. Na de nagyon sok gond van a Barcelonánál, de azért az Atletico Madridnál sincsen minden tulajdonképpen így rendben, mondhatjuk nyugodtan ezt. Itt kezdjük ezzel a João Félix sztorival, amit nem tudom, hogy tudtak-e értelmezni. Itt a világbajnokság alatt az Atletico vezetésége gyakorlatilag kimondta azt, hogy a Diego Simeone és João Félix közötti kapcsolat nem működik megfelelően, emiatt João Félixet akár már a télen szeretnénk értékesíteni. Majd Diego Simeone jön egy nyilatkozattal, hogy remek a munkakapcsolatom João Félixen, és amíg de itt van... De nem járnak össze vacsorázni. Amíg itt van, addig számítok rá, és nagyon fontos ember a csapatnak. És akkor ehhez jönnek hozzá ezek a Manchesteres hírek. Mi a helyzet most itt az egész szituációt tekintve? Hát, franc tudja. Azt szerintem egyértelmű, hogy João Félix távozni szeretne, és minden jel arra mutat, hogy ő erre törekszik, és az Atletico Madridnál sem bánnák most már, főleg Diego Simeone, hogyha ezt a terhet valaki levenné róla. És az más kérdés, hogy
azt az összeget, amit az Atletico Madrid kifizetett João Félixért, ezt a több mint 100 millió eurót, a senki nem fogja kifizetni állapotok között, mert egyértelmű, hogy van egy elvágyódó játékos, aki azért nem teljesített úgy, akár a kevés játék lehetőség miatt is, mint amit egy ekkora összeg mondjuk elvárásként felállít. A kevés játék lehetőség azért inkább idén volt jellemző, nem? És vele kapcsolatban azért... Meg akár még az előző szezonban is, amikor nagyon sokszor a padról kellett beszállnia, egyszer-kétszer kezdett, utána megint pad, ezért az végig megvolt João Félixnél, és hát a hírek szerint a kölcsön adásért, hogy valaki kölcsön tudja venni, az Atletico Madrid 21 millió eurót szeretne kapni a következő fél évre. Hát elárulom, hogy ezt senki nem fogja kifizetni, még a Premier League csapatok sem. De én azt várom, hogy ez úgy nagyon el fog húzódni az átigazási időszak végét, hogy ez az összeg lejjebb menjen. És onnantól kezdve az a kérdés, hogy de melyik csapat viszi el João Félixet, mert úgy egyértelmű helyét én sehol nem látom. Ugye a Chelsea-ről is volt szó, ott azért megint csak egy más típusú centerre lenne szükség, már hogyha centerként számítunk João Félixre, mert neki nem mondhatnánk, hogy ez a klasszikus center a pozíció, inkább ilyen visszamozgó támadó, vagy második csatár, még a szélről indulva is tud játszani. A Chelsea-nek nem ez a profil kell. Manchester Unitednek kell csatár, de megint csak nem ilyen típusú csatár, aki vissza tud mozogni a középpályára és inkább előkészít. Az Arsenalról lehet még olvasni, ott még Gabriel Jesusnak a sérülése miatt, aki mondjuk márciusig nem játszhat, ez kézenfekvő is lenne, hát ennyi pénzért, amennyire az Atletico Madrid vesztegeti semmiképpen sem, de azt sem látom, hogy most ő ott is csatárként, oké, ebbe a visszamozgó csatár szerepkörbe még azt mondom, hogy beleilleszthető, ki lehet rakni a szélre is, de az Arsenalnak meg nem olyan típusú, nem ilyen irányító típusú szélsőkre van szüksége, mint João Félix, hanem jól cselező szélsőkre. Nem véletlenül, hogy a Mikálo Mudrikot akarják leigazolni. Tehát valahol biztos ki fog kötni, szerintem nem fog maradni az Atletico Madridnál. De most tavasszal? És szerintem igen, de egyik helyen sem látom azt, hogy na, ez egy 100% tökéletesen illeszkedő valami lenne. De pont ez azt nem látom, hogy nyilván az Atletico szeretne valamit visszakapni abból a pénzből, amit beléfektettek, ami kiderült, hogy már a hagyományos módon, hogy ők tervezték, nem fog megtérülni, de azt a pénzt meg tényleg nincs az a csapat szerintem, aki meg tudná fizetni, mert nyilván igény lehetne a játékára, hogy sok csapatban el tudna ő férni, de igen, ilyen anyagi keretek között ez kevésbé megvalósul. Hát Jorge Mendes most futja ugyanazokat a köröket João Félix-szel kapcsolatban, mint Ronaldóval a nyáron, hogy mindenki ez bejelentkezik, csak amikor megkezdik, hogy jó, Zsorzsi, de mennyiért? Hát 21 millió fél évre. Jó, majd gyere vissza, ez kevesebb lesz. Nagyjából itt tartunk szerintem. Na de hát beszéljünk az Atletico játékáról is, mert itt volt egy elcseni mérkőzés, nem tudom mennyire láttak a nézők, de hogyha... Miért látták volna? Nem tudom, azért a tök utolsó elcsét annyira nem jó nézni ebben a szezonban, hogy őszinte legyek. Hát meg az Atletico. Az Atletico játékára sem feltétlenül érzem azt, de hogyha Antoine Griezmann pink hajára, rúzsaszíne brutális hajára kíváncsiak voltatok, akkor biztos oda kapcsolatotok, de emellett meg lehetett nézni egy másik ok miatt, meg ez a Pablo Barriosnak a játéka miatt, aki egy saját nevelésű Atletico játékos. Én láttam már őt játszani, de először kezdett a bajnokságba. Ez a fickó, erre érdemes odafigyelni. Tehát remekül osztja ki a kulcspasszokat, nagyon jól tartja meg a labdát, mindig tudja, merre kell fordulni, visszazár gyakorlatilag a védekezésben. Egy nem is tudom, hogy kihez tudnám hasonlítani, de olyan, mint a nagyon fiatal Koke, aki még 8-asként játszott, és rendkívül jól osztogatta ezeket a labdákat. És hát Diego Simeone most mindkét most a kupa mérkőzés után is órákat zengett, holott ugye már gólt is szerzett. Uh-huh. És hát rám is egyébként jó benyomást tett, és ez vissza is jön, hogyha csak a számait vizsgáljuk meg. Ugye az egész mezőnyben a második legtöbb progresszív átadása volt, és a második legtöbb támadó harmadó jutatott labdája, tehát nem arról van szó, hogy ő itt oldala meg hátrafelé passzolgatná, amikor hozzákerül a labda, akkor jó esélye előre felé fog kerülni, és jó pozícióba jut az Atletico Madrid. De lehet jövője neki bőven ebben a csapatban. A probléma az, hogy oké, eljut a labda a támadó harmadba, hát csak onnan is feljebb kéne annak jutnia, és az Elche ellen visszajött az Atletico Madridos probléma, hogy ezért nagyon nagy helyzeteket egyrészt nem alakítottak ki sorra, hát meg a 16-oson belülre is összesen passzal 4 alkalommal sikerült eljutniuk, az 90 perc alatt nem sok. Ember előnyben, azt azért adjuk hozzá, hogy... Hát, azért Helmózó gondoskodott róla. De utána volt még egy újabb ember előny, persze, de hogy alapvetően akkor is egy... Tehát egy ember előny szituációban a tök utolsó Elche ellen, amelyik nem hogy rendkívül rosszul támad, de legalább olyan rossz a védekezése is, nem tudnak helyzeteket kialakítani. Hiába van 18 lövés, ez nagyon fontos. Ez 1,78-as XG, még ez soknak is tűnik, de ebből tulajdonképpen az a gól, amit... Hozd de 18-al. Hát jó, de nem, de pont ez az, hogy João Félixnek a 2 méterről fejelt üres kapura gólja, az elviszi a
ennek az XG mértének a nagy lövését, és ha utána elosztod, akkor azt érzed, hogy úristen, rendkívül kicsi minőségű helyzeteket sikerült. De ez régi probléma az Atletico Madridnál, és igazából olyan, hogy mondjam, nagyon penge támadó játék a Diego Simeone irányítás mellett azért nem nagyon volt ennek a csapatnak tulajdonképpen soha, de azért voltak ugye olyan klasszis játékosok el, akik ennek a problémának a jelentős részét megoldották. Tehát tulajdonképpen az a Diego Costa Griezmann páros óta... Most is Griezmann tulajdonképpen. Igen, ez az, hogy ő gyakorlatilag a helyzetteremtő, aztán a Moratával én nem látom azt, hogy ez olyan nagyon patentul működne, és olyan fantasztikusan tökéletes lenne. Még mindig azt érzem, hogy akkor jó ez az Atletico, amikor João Félix-szel egyszerre van pályán Antoine Griezmann. Igen, ott is jól nézett ki egyébként. Ugye az Elche is gyakorlatilag ezt a 5-4-1-et védekezte, és a 3-4-3-at játszott az Atletico Madrid, és szinte egy ember-ember ellen tudtak védekezni. Azért ott, amikor a két oldalsó belső védőnek, Griezmannra meg Félixre kellett kilépkedni, az sok területet nyitott, és ezt jól is használták ki, például a Morata folyamatosan kereste ezeket a folyosókat. Hát João Félixet már nem biztos, hogy sokszor látjuk ebben a szerepkörben. Folytassuk a Serie A fordulóval, és egy kicsit beszéljünk itt, hát nem is feltétlenül az Atalantáról, hanem kicsit az egész Serie A-ról, mert az Atalanta ismét nem tudott nyerni a hétközi fordulóban, ugye a Spezia ellen, sőt 2-0-as hátrányból sikerült csak egyenlíteniük. De összességében Gasperini azt mondta itt a mérkőzések kapcsán, meg az eredmények kapcsán, hogy hát azért tarthatatlan az Atalantának ez a folyamatos BL szereplése, mert annyira erős a Serie A mezőnye, és annyira jobb játékosokat igazolnak, hogy annyit fejlődött egész egyszerűen a Serie A, hogy ezt az Atalanta nem tudja tartani. Látjátok valóban ezt a Serie A erősödést? Tényleg annyira brutálisan erős ez a bajnokság, hogy most már a... első felére még talán lehet, hogy merném is mondani, de az biztos, hogy az Atalanta nem erősödött azért az utóbbi években. Igen, és ezért is kellett ezért picit átalakítani a játékokat. Hát nyilván ezt nem feltétlenül Spezia elleni mérkőzés miatt mondhatta Gasperini, és ilyen ő látja ezt a legközelebbről, és hol értek el annyira a futballhoz, mint mondjuk Gasperini, de az, hogy milyen játékosokat igazolnak ezek a klubok, az szerintem itt kevésbé fontos. Alapvetően a minőséget azt határozza meg, de szerintem inkább a kis padokon bukkan föl egyre több, akár különbözően gondolkodó edző, akik azért új ötleteket tudnak bevinni a szériában, ez szerintem jót tett a bajnokságnak. Az, hogy ez összességében a minőséget hogy emeli meg, szerintem változatosabb lett, jobb, nem feltétlenül. Hogyha tényleg csak a minőséget nézem, az valóban a játékosok határozzák meg. De a játék minősége, azért Ádám, te is sok Serie A meccset közvetítesz, és nem csak az élmezőnyből, sokszor közép vagy kis csapatokat is közvetítesz. Ott azért érzed azt, hogy micsoda minőségi mérkőzés nézel? Nem? Nagyon nem? Nem mindig. Vannak is. A Róma-Bologna meccset gondolsz? Hát például ott sem feltétlenül, de ott is. Jó, de ez is, meg, hogy mondjam, annak a meccsnek nyilván jelentősen befolyásolta azért az élvezeti értékét, hogy nagyon gyorsan megszerezte a Róma vezetés, és onnan kezdve azért lehetett sejteni, hogy ez lesz belőle, hogy ők nem fognak törekedni semmire. A Bologna meg nagyjából kihozta magából azt, amit tudott, és 195. percre sikerült is egy komoly gólhelyzetet kidolgozniuk, de körülbelül ennyi volt abban a meccsben. Ez se feltétlenül azt mutatja, hogy mennyire erősek mondjuk a Serie A csapatai, ott a nem tudom, 8.-9. helytől lejjebb. Na, akkor beszéljünk akkor ezzel az AC Milan-Róma találkozóról, és azért is kérdeztem ezt a Serie A erősödést, mert hogy a Napoli mondhatjuk, hogy ócsahosszal vezeti a Serie A mezőnyt, még annak ennél hogy az Inter ellen sikerült kikapni. De tulajdonképpen az egyetlen egy rivális, ellenlábas, vagy mondjuk, hogy nagyjából a közelben lévő csapat, az AC Milan. De hogyha ők szeretnének mondjuk a Napoli elé kerülni és megvédenik a Scudetto címüket, akkor nekik viszont, hát hogy is mondjam, tehát a teljesítményüket azt így tulajdonképpen az eredményekben jobban kéne predesztinálni, mert most is azt lehetett látni a hétközi találkozón, hogy meg volt az előny, meg volt az eredmény, és ott is ilyen megnyugodtunk, 2-0 vezetünk, és akkor ebből majdnem megint baj lett. De meg lett a meccs, nem? Meg tudjuk, nem mindig van meg, az a baj. Tudjuk, hogy a futballban a 2-0 a legveszélyesebb. Igen, de amúgy alapvetően ez egy hülyeség, mégis valami van benne, és ez abszolút megint csak az emberi természetből fakad, hogy 1-0-ra vezetek, hát akkor még azért menni kéne előre, mert az 1-0 az még veszélyesebb eredmény. De Zsozi ezt látott, hogy ezt már nem is tartja. És 2-0-nál azért nagyon sokszor látjuk azt, hogy a csapatok azt mondják, hogy jó, most már visszaállhatunk. És amikor ott kapsz egy gólt, akkor azért már sokkal nehezebb átállni megint arra, hogy akkor menjünk előre, és akkor próbáljuk növelni az előnyt. Ilyen szempontból ebben még van is valami. Ja, a Milánnak rengeteg helyzete volt ezen a mérkőzésen, jóval simábban kellett volna nyerniük, most picit izgultak a végén, de ez meg benne van.
hogy miért izgul a Milánnál mindenki, az nyilván Rafael Leão és a szerződése, akinek most a legutóbbi információk szerint 7 millió eurós nettó fizetést ajánlanának évi szinten, ami egyébként jól hangzik, de hogyha azt mondjuk, hogy mellé teszünk egy Premier League ajánlatot, akkor azt mondjuk, hogy hát ez nem hangzik elég jól. Nyilván itt vannak ilyen hangok, mindenféle nyilatkozatok, mindenki mondott már minden, csak Rafael Leão nem szólalt meg. Annyit mondott, amíg itt van, addig a Milánra fókuszál. Ez mit jelenthet vajon? Ez az, hogy várja a zsírt sajátokat. De ez is egy érdekes dolog, hogy az ő fejlődésének mennyire tenne jót egy mostani elszerződés, mert azért bárhová menne a Premier League-ben. Nem tudom, hogy mennyire kapna olyan stabil szerepet, mint ami van neki a Milánban, meg nem kérdés, hogyha egészséges, akkor ott a helyekezdő csapatban. Sajnálnám, hogyha lelépne innen, mert nagyon sokat tesz hozzá nyilván a Milán játékához is, meg persze a Serie A elismertségének, meg az, hogy megint tényleg komolyabban többet beszélünk róla, abban neki is nagyon nagy szerepe van. Főleg a Milánnak a versenyképességéhez hát, nagyon sokat hozzá. Visszatérve erre, nyilván minél jobb csapathoz igazolsz, annál nagyobb a verseny a különböző posztokért, de Leão képességeit meg azért az elmúlt években mutatott, és egyre-egyre jobb játékát nézve, szerintem nincs például olyan Premier League-es top csapaton, amiben ő ne lenne valamilyen formában meghatározó játékos. Szerintem ez nyugodtan kijelenthető. A Milan szempontjában meg ezt már csak azért is fontos, mert tényleg az, hogyha összehasonlítjuk Rafael Leót az elmúlt években mutatott teljesítményével, gyakorlatilag azt veszük észre, hogy évről évre jobb teljesítmény nyújt. Ha most csak a mostani szezont összehasonlítjuk az előzővel, amikor ugye bajnok lett a Milán Rafael Leão hatatos közreműködésével, most ahhoz képest Rafael Leão mérkőzésenként látlagban egyelmet több lövést vállal. Úgy, hogy a lövései átlagos minősége az nem változott, a stabilan tartja. Több a progresszív átadása, több a kulcspassza, többször üttetje a 16-osan belőle a labdát, gyakorlatilag minden mutatóban előre tudott lépni ebben a szezonban. Most ilyenkor fel lehet tenni a kérdés, hogy alapvetően ez jó-e a Milánnak, oké, Rafael Leónak ez jól mutat, de hogy csapatszinten még inkább Rafael Leão felé tolódik a mérleg, hogy neki kell mindent csinálni a gyakorlatilag, persze ott van Tonali, Theo Hernández, de hogy sokkal nagyobb rajta a felelősség már ebben a szezonban. Ez hosszú távon, főleg, hogyha távozik, az nem biztos, hogy egy jó dolog a Milán számára. És ugye ez az érdekes, hogy miben gondolkozik Rafael Leão. A Milánnak a játékos politikája most a tulajdonosváltás ellenére szerintem nem fog változni. Olcsón akarnak hozni játékosokat, akiket fel akarnak majd fejleszteni, és akár majd nagy pénzért továbbadni. És Rafael Leónak ez elég ambíció-e. Mert a Milán szerintem ezzel a játékos politikában jól tud működni, lehet belőle állandó BL szereplő, ami a cél, de nem fog minden évben bajnoki címért küzdeni, hogyha a többi csapat összeszedi magát, és hát a BL címért sem fog küzdeni. Rafael Leão meg szerintem egy olyan játékos, aki hosszú távon meg BL-ért akar majd játszani. Na igen, és az a kérdés, hogy most akarok már BL címért küzdeni, vagy majd hosszú távon. Az ő szerződése ugye nem most nyáron fog lejárni, hanem a következő nyáron. Szóval a Milánnak a játékos politikáját is meghatározhatja már a nyárra. Ha sikerül ugye hosszabbítani Leóval, akkor ez remek hír, szuper, minden rendben van, de ha nem, akkor el kell adni a nyáron. Akkor el kell adni a nyáron, mert azért a Milánnál láttunk, hogy jó pár játékosnak a szerződését kifuttatták az utolsó pillanatig, na Rafael Leão esetében ezt nem engedhetik meg maguknak, tehát azzal óriási pénz buksz, és tényleg Leão kapcsán is ez egy nagyon fontos szerződés, mert ha most aláírsz a Milánhoz mondjuk 4 évre, akkor te gyakorlatilag a legjobb éveidnek a nagy részére azt mondod, hogy ezt itt akarom tölteni, ha meg közben meggondolod magad, akkor hát gyakorlatilag annyi pénzt kér alájátad a csapatod, amennyit nem szégyel. Ezt nagyon sok játékos esetében láthattuk, például hogy a Premier League-ben Harry Kane-nek a példája ilyen, hogy hosszabbított szerződést, majd 2 év múlva azt mondta, hogy akkor mégis tovább lépnék, és hát a tetenem meg azt mondta, hogy több pénz kell. Azt meg már senki nem akarta megadni. Itt a kapusposztról is érdemes beszélni, ugye Mike Maignan-nak még mindig kérdéses, hogy mikor fog visszatérni itt a sérüléséből, és soha senki semmit nem tud mondani, vagy mindig, amit mondott, az végül is nem teljesült. Ugye Tataru Sanovéd szinte az egész szezonban, és felmerült itt, hogy akkor egy kapust igazolnak, és Sportiello volt az egyik ilyen nagy jelölt, akit majd gondolkodtak, hogy megvesznek, hogy de ő valószínűleg Tataru Sanovéd elé jött volna. Hát végül is a döntés az lett, hogy jött egy kapus, akit fel is kellett írnom magamnak, hogy hívnak, Davis Vázquez, sose láttam védeni, de hogy nyilván Tataru Sanovéd mögé érkezett. Nem figyeled a kolumbiai bajnokságot? Hát most mondd meg, nem figyeltem. Tehát, hogy... Elállom, hogy én sem. Ez érdekes, mert hogy tehát nyilván ez megint egy hasonló jellegű kérdés, mint amit itt Leóval kapcsolatban pedzegettünk, hogy milyen motivációval rendelkező játékos tud szerződtetni ilyen helyre. Ha Mike Maignan egészséges, akkor nem kérdés, hogy az első számú kapus a Milánnak, mert tényleg az utóbbi években a világ legjobbjai közé küzdötte fel magát, szerintem ezt már így nyugodtan kijelenthetjük vele kapcsolatban. De
sokszor hiányzik sajnos különböző sérülések miatt. Csibrián Tatarosánó egy tök megbízható második számú kapus, tehát szerintem egy ilyen pozícióra egy abszolút jó választás. Ha meg ennél jobbat szeretnél, akkor viszont már tényleg olyan kapusok között keresgélsz, akik állandó kezdők, de szeretnének is állandó kezdők lenni, még akkor is, hogyha a Milán játékosai, és ez már egy eléggé nehezen átvágható gordi szint. Ez egy Sporti Elló is az utóbbi időben már olyan második számú kapus. Abszolút. Hát sőt, vedlett, a hosszú távon első számú kapus azért nagyon keveset tudta a Talentának. Annyi van ebben, hogy nyilván a Milán játékában is nagyon fontos, hogy egy kapus a játékba hogyan tud belépni, akár lábbal, akár söprögetésben. Most Tatarusánó, oké, ezt a cserekapus szerepet megoldja, de ezekben az elemekben annyira nem erős. No, Sporti Elló az Atalantában azért egy ilyen típusú rendszerben futballozott, és ha például azt nézzük meg, hogy átlagban hányszor hajt végre védekező akciót a 16-oson kívül, tehát hányszor söpröget, akkor azért az sokkal közelebb áll ahhoz, mint amit a Milán szeretne látni, akár Menyántól és lábbal is sokkal magabiztosabb, védési hatékonyságban már nem. Tehát ilyen szempontból Sporti Elló nem egy túlságosan jó kapus, szerintem a Milán nem is feltétlenül erre keres most embert. Beszéljünk a Rómáról és erről az egész José Mourinho projektről, és hát José Mourinho kapcsán, amikor megérkezett, mindenki mondta, hogy jó, nem lesz szép a foci, de nyerünk. Hát nem szép a foci, de legalább nem is nyernek mindig, és ez ugye a táblázaton is látszik, és hogyha megnézzük azt, hogy mi ennek az oka, akkor lehet azt mondani azt, hogy hát defenzív a foci, de igazából, de igazából nem arról van szó, hogy be kéne rúgni azokat a mocskos helyzeteket? Nem arról van szó. Akkor miről van szó? És picit érintettük már szerintem korábban is, ha ezt a nagyon klasszikus passzív védekezésre hangsúlyt fektető olasz focit akarjuk keresni, mondjuk most a BL-ért küzdő csapatok között a szériában, akkor ezt a Juventusnál, meg a Rómánál találjuk meg, ugye folyamatosan, főleg, hogyha megvan az előny, akkor átadják a területet az ellenfélnek, ez egyébként így volt a Bologna elleni mérkőzésen is óriási meglepetésre. És igen, ránézünk az XG mutatókra, hogy milyen minőségű helyzeteket alakít ki a Róma, ahhoz képest, hogy milyen kevés gólt lőttek, akkor azt mondjuk, hogy hát ez a csapat marha jól támad, csak hát mennyire pekesek a kapu előtt. Na most én megnéztem, mert ez egy érdekes anomália, meg egy ellentmondás, hogy akkor ennek mi a kontextusa. Most nagyon sok olyan meccse volt a Rómának, főleg ilyen Salernitana, Lecce, meg Cremonese-elni meccsek, ahol kidolgoztak tonnányi helyzet, amiből mondjuk csak egyet-kettőt lőttek be, szép kis steppering. Viszont ugye lejátszottak 16 mérkőzést eddig a szériában a szezonban, és mindössze ebből a 16-ból 7 darab olyan mérkőzés volt, ahol akcióból a Róma 1-es fölötti XG-t tudott volna termelni. Na most már csak, hogyha az 1-es XG-t se éred el, akkor viszonylag kicsi a valószínűsége, hogy egy vagy annál több gólt fogsz tudni rúgni. Tehát megvan ez a kettőség, hogy amikor a Róma jó játszik, akkor nem lövi be a helyzeteit, és az általában az alsóházban tartózkodó csapatok ellen következik be. A mérkőzésének a többségén viszont azt látjuk, mint a Bologna ellen, tehát hogy szenvednek, mint a kutya. Tehát nincsenek helyzeteik, nem tudnak védelmeket bontani. Ami ez javít egyébként, az a pontrugásból való játékuk, abban az ötödik legjobb XG-jük van, és az 5 gólt is rögtek belőle pontosan, azt úgy telibe lövik. De igazából ennek a Rómának, és hogyha nézzük a meccseiket, tényleg ezt tűnik szem, hogy ennek a Rómának valójában nem jó a támadójátéka, hát hogyha ezt a kontextust megnézzük. De akkor nincs támadójátéka, és teszik mindezt úgy, hogy van egyébként tényleg 3 olyan játékosuk, akik ha éppen egészségesek, tényleg Pellegrini, Zaniolo és Dybala, akkor ezek tényleg zseniális futballisták, és joggal várna az ember azt, hogy tök jó játékot produkáljanak, de gyakorlatilag tényleg semmilyen szinten nincs kitalálva ennek a csapatnak a támadójátéka. Én azt érzem velük kapcsolatban, hogy egyébként, amit csinál Mourinho, az arra pont jó egyébként, hogy mondjuk az Európa Ligában meneteljenek egy szép. Még akár még a BL-be is be lehet csúszni, hogyha úgy alakulnak az eredmények, meg úgy jön ki a lépés, csak így nem érzem azt, hogy ez egy valódi projekt lenne. Nem érzed azt, hogy ez egy előremutató lenne igazából. És itt emlegetted a csatárokat, de te mi Ébrehemet miért nem mondtad? Oké, nem kezdett, világos, hogy nem kezdett, de hogy azért őt lehet mondani, hogy ő az tényleg az helyzetek elpuskázó, és nem csak most, hanem mindig is az volt igazából. De hogy alapvetően ez a jó, ez de a három... lövéseket termelnek. Világos, de hogy ez a három gól eddig, ez nem sok ebben a szezonban. Nem sőt, sok. Kevés, de tavaly is egyébként a szezon felénél 4 volt neki, tehát ebből a szempontból meg nagyjából utolva. Igen, ott meg átkattant neki, és egy olyan játékos, mint Temi Ébrehem, aki folyamatosan oda kerül a kapu elé, jó helyzetekben kerül oda a kapu elé, egy olyan csapatban, amelyik mellesleg nem játszik a labdával domináns futballt, azt szerintem felbecsülhetetlen értékű egy Rómának, mert őt átmenetben is tudott használni, meg felállt védelemben is tudott használni. Temi Ébrehem az a játékos,
akinek ebben a Rómában, hogyha egészséges, minden egyes mérkőzésen kezdenie kell. Hát főleg azért, mert most tegnap is ugye az volt, hogy akkor Dybala és Zaniolo játszottak elől, akiket meg gyakorlatilag elhasználsz egy olyan pozícióban, ahol sokkal kevesebbet tudnak szerintem hozzátenni a csapatjátékához, mint hogyha tényleg többet találkoznak a labdával is, és esetleg előkészítésben tudnak segíteni. Hát annyi hír, hogy mind a kettő meg sérülés miatt lettek lecserélve. Zaniolo sérülése tűnt komolyabbnak, az a tért fogdosás, ez nem volt feltétlenül szép. Meglátjuk, hogy mennyi lehetőséget kapna, de akkor azt mondjátok, hogy Tammy Abrahamnak újra a kezdőcsapatban lenne. Hát főleg, hogy ha tényleg se Dybala, se Zaniolo nem tudok játszani, akkor nem nagyon marad más, mert ugye Belotti is sérült, úgyhogy valakit meg csak be kell tenni oda előre. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Folytassuk az utolsó meccsünkkel, ami a Juventus-Udinese találkozó. És itt hát a Juventusnál a VB alatt azért volt egy-két érdekesség. Tulajdonképpen az teljes elnökség lemondott itt a főkönyvekkel kapcsolatban itt vizsgálatok miatt. Hát is az a kérdés, hogy oké, hogy lemondott a vezetőség, az új vezetőségnél lesz-e bármi változás, változtatás? Annyit mondtak, hogy Allegri marad. Ennyit tudunk egyelőre, és... Hát most kinek kellene kirúgni Allegrit egyáltalán? De itt van arról szó, hogy te mondd meg neki, hogy nem jók vagyunk összességében, vagy a frászt? De egyébként meg mostanában... Miről beszélünk? Ja. Tehát Allegri megfordította a csapat szerencséjét. De olyan igazi Allegrisen. Tehát most zsinórban 7 olyan meccsnél járunk, amikor Juventus nem kapott gólt a szériában. És még csak azt sem tudom mondani, hogy hát óriási mákjuk volt, mert egyébként tannányi helyzetet dolgoztak ki ellenük. A Juventusnak a védekezése sem volt rendben az ősznek a nagy részében. Viszont majd, hogy nem azóta, hogy átálltak erre a 3-5-2-re, sokkal stabilabbak lettek, hogyha a Rómánál kiemeltem, hogy az 1-es XG-t azért viszonylag kevésszer tudták támadásban elérni. Most ebben a 7 meccses menetelésben a Juventus ellen akcióból, pontrúgásból is csak 2 alkalommal, hogyha azt hozzászámoljuk, tehát nem tudták elérni akcióból az 1-es XG-t az ellenfelek. Tehát gyakorlatilag mindenkit jó eséllyel nulláztak. Tehát ez nem véletlen, és persze benne volt az, hogy valamelyik mérkőzésen kapnak gólt, mert a futball az ilyen, de minimalizálták annak a lehetőségét, hogy ez megtörténjen. Nagyon jól védekeznek. A támadójátékot azt hagyjuk, mert az még mindig olyan, amilyen. De hogyha a védekezését egy Allegri csapat összerakja, és előbb-utóbb talán lesz ebben a csapatban egy Di Maria, lesz benne talán majd valamikor egyszer egy Pogba is, lesz egy Vlahovics, akkor azért már jóval magabiztosabban mész ki a mérkőzésekre, hogy hátul rendben vagyunk, elől meg megvannak azok a klasszis játékosok, akik a kreativitásukkal meccseket tudnak nyerni. Nem, beszéljünk egy kicsit akkor erről a kreatív középpályáról és Edin Rabiotról mindenképpen érdemes beszélni, akinek a nyáron lejár a szerződése. Elmondta, hogy anyukája szerint 10 millió eurót kell kérnie a Juventustól. Azt mondta az anyukám. Azt mondta az anyukám, igen. Anyukám azt mondta, hogy 10 millió, hát nem mondhatjuk, igen. Meg hát mindig az a hülye, aki mondja, ugye? Igen. Hát itt meg szerintem az a hülye, aki ezt megadja neki most tényleg. Tehát az utóbbi éveit megnézve Rabiotnak, most nem tudom, tényleg szegény Tomás Rosicki jut eszembe, aki... Na, hát, azért. Hadd fejezzem be! Tehát, hogy akitől... Láttál zseniális megoldásokat akkor, amikor kezdett lejárni a szerződés, és kellett volna aláírni a következőt. Most kicsit Rabiotnál is hasonlót érzek, hogy most kezdett el játszani, és előtte meg azért, hogy valamiért nem lett a Juve szurkoló kedvenc, amióta itt van. Hát, akkor mellé tenném azt a 7 millió eurót, amit Rafael Leónak adnak, és akkor így is azért, mert matekozzunk róla, de egyébként a Juventus adott egy hivatalos nyilatkozatot, mi szerint ezt nem fogjuk kifizetni neki, úgyhogy akkor el kell engedni. Nekik meg ezt mondta az anyukája. Igen, nekik meg ezt mondta az anyukája. De most ki a Juventusnak az anyukája? Hát a fiát egyébként. De... Jó, de mindegy, ezek érdekes kérdések. A másik kérdés ugye Rabiot mellett az Alexandrónak a jövője, aki azt mondta, hogy a szerződés kipörgetése után akkor ő távozna a Juventustól, és ezt igazából a Juventusnál sem feltétlenül mondták azt, hogy ez nagyon-nagyon nagy probléma lenne. Ez a baloldali védő pozíció amúgy is megoldás, vagy úgy, hogy frissítésre szorul, bár lehet, hogy ebben a három belső védős rendszerben Kostić. Hát Kostić. Mi kérdés, hogy mennyire akarnak kitartani emellett, és azért Kostićnak sincsen feltétlenül egy olyan minőségi alternatíva, aki azt a posztot, meg azt a szerepköt ebben a minőségben tudna eljátszani. Nyilván Alexander Arnoldnak neki is, de Alexandrónak az ázsió és picit visszaesett az utóbbi időszakban, neki picit az hamarabb kezdődött. Én szerintem például ebben a háromvédős rendszerben baloldali belső védőként egy tök jó progresszív opció, főleg akár, hogyha Danilo játszik a másik oldalon, az támadásban is sokat segíthet a Juventuson. Én abszolút meg tudom érteni, hogy ezt a kapcsolatot már nem akarják tovább fenntartani, csak a gyerekek ne sérüljenek közben. Jó. Beszéljük az Udinéséről, akik nagyon hasonló formációban futballoznak, mint a Juventus, ugye az utóbbi mérkőzéseken. Ez lehet, hogy rosszul fog esni alapvetően a Juvénak, hogy egy ugyanolyan csap, igen?
Benne van, ugye most a Cremonese-vel játszottak egy finoman szóval nem túl emlékezetes mérkőzést, ahol a Miliknek a zseniális szabadrúgása végül döntött az utolsó percekben. Ugye a Cremonese is ezt a... Mégse hiszel Gasperininek, aki jobban ért hozzá, mint ahogy emelkedik a igen. De mégis hiszek. Ugye 3-2-ben játszott a Cremonese, és annak azért megvannak az előnyei, meg hátrányai, hogy ott a Juventus így papíron az első fázisban emberelőnyben tudott játszani, csak ott a védőknek nagyon nagy szerepet kell vállalni, például abban, hogy hogyan lépnek fel a középpályára, ez nem feltétlen volt, nézett ki jól, főleg azért, mert nem játszott Danilo, aki azért ilyen szempontból támadás építéseknél szerintem a Juventusnak az egyik legfontosabb játékosa, pláne hogyha mondjuk nincsen Bonucci sem. Védekezésben meg van az a hátránya, hogy te is hasonló dolgokkal küzdesz, tehát hogyha nyomás alá akarod helyezni az ellenfelet, akkor a középpályára valakinek ki kell lépnie, és a két csatár azért le tud kötni jó helyezkedéssel három védőt, és onnantól kezdve meg területeket lehet nyitni a beinduló játékosoknak. Hogyha ezt egy csapat jól kihasználja, és szerintem az Udinézének a támadó játékában benne van, hogy okosan nyitnak területeket, az ellen szenvedhet a Juventus. Én egyébként ritkán szoktam ilyet, de én egy jó 0-0-át tippelek. Ez az Udinéz egy érdekes csapat, mert alapvetően bennük van az, hogy tudnak okosan kontrázni, és hogyha a helyzet azt kívánja, meg tudnak egész értelmesen építkezni is, de ugye Deulofeu a keretben sem volt most a tegnapi mérkőzésen az Empoli ellen, fene tudja, hogy fog-e tudni játszani egyáltalán a Juventus ellen, Roberto Pereira kisárgázta magát, erről a meső, hogy gyakorlatilag... Csak a két legfontosabb játékosról beszélünk. Így van, tehát a két legértelmesebb játékos abból a szempontból, hogy akik kreativitást tudnak adni ennek a csapatnak, nélkülük azért tényleg, amit Pete mond, ez a 0-0 egy elég megalapozott tippnek hat. De oké, de hogy azért tegyük mellé, hogy ez az Udinese volt a táblázat elejében is, sőt a dobogón is volt viszonylag sokáig, és még akkor rendben volt minden játékosok, mégis visszatörtént a hát mondjuk a helyre csúszás, a középmezőbe visszatérés. Erről beszéltünk, mikor még talán pont a Láció kapcsán merült fel, hogy akkor kik azok a csapatok, akik a legjobban túl teljesítenek góllövés szempontjából, és a Láció mellett az Udinese volt, és ez még mindig megvan. Az utóbbi mérkőzésekkel ez már így kezd kiegyenesedni, és szerintem ez van mögötte. Tehát az Udinese ez továbbra is egy jó csapat, tehát most ott állnak a 8. helyen, a 8. legjobb XG különbséggel. Szezon előtt azt mondott, hogy az Udinese így fog állni, szerintem sokan aláírták volna, hogy még ott vannak hogy az európai kupás helyek közelében, úgyhogy egyébként annak megfelelő játékot is nyújtanak. Hát talán is a tavaly teljesítményük után meg végképp soknak gondoltuk volna, még szerintem a 8. helyet is, mert olyan nagyon sokat nem is változott a keret, vagy hogyha nézted, hogy kik jöttek hozzájuk, akkor nem remélted azt, hogy ez most akkor hatalmas változások fog átmenni, de Szottila egyébként szerintem nagyon jót tett ennek a csapatnak, és hogyha mindenki egészséges, akkor azért tényleg mindenkire veszélyes Udinese. Hát mielőtt búcsúznánk, azért ma is lesz a hét kérdés, ami következőképpen hangzik. Dobogón végez-e a spanyol bajnokságban az Atletico Madrid? Ez a kérdés. Nyilván felétek és meg felétek, és most leszek én az első, hogy ne az legyen? Szerintem nem. Nem, és őszintén örülnék, hogyha kiesnének még a BL pozícióból is, mert szerintem nagyon fontos változtatásokon kéne keresztül menni az Atletico Madridnak, és ehhez valami nagyon komoly törésnek kell történni a klubnál, hogy ott is felfogják, hogy ez nem csak egy ilyen átmeneti rossz játék. Milyen változtatásra gondolsz? Szerintem Simeonét le kéne cserélni. Szerintem nem Simeonét kell lecserélni, hanem az egész klubot kell rendbe rakni. És erről beszéltünk már korábban, gyakorlatilag Simeone tartja még úgy egyben. Hát elfed egy csomó olyan problémát, amivel évek óta küzdik az Atletico Madrid. Nem vagyok annyira biztos benne, hogy akik jót tennek, kiadnának a BL-ből, szerintem egyébként nem fognak. Hogy a dobogón végeznek el. Lehet, hogy mostani esélyek alapján... a kérdés, hogy odaérnek a bajnokok ligájában, mert az a... Hát szerintem azért az valószínűleg meg lesz összességében. Itt az a kérdés, hogy lesz-e olyan csapat, aki tartósan meg tudná előzni esetleg az Atletico Madridot, nyilván nem a Sevilla lesz, de hogy azért a Sociedadot, de hogy jó, csak hogy eddig a Sevilla volt eddig az ellenállás. Te meg nem bízol Jorge Sampaoliban. Hát hagyjuk azt. Tehát, hogy ha európai kupa indulás lesz, akkor az már meglepetés lesz a Sevilla részéről ebben a szezonban. Én a Sociedadban is érzek erőt, meg a Bilbaóban is érzek olyan erőt, hogy akár jobbak lehetnek. Ugye, hogyha az én előrejelzéseket, meg esélyeket nézzük, akkor elképesztő és szoros. Tehát tényleg ott van az Atletico Madrid mellett, például a 538-ig nekik adja a legmagasabb esélyt arra, hogy BL helyen végeznek maga arra, és hogy odaérnek a dobogóra, de hát 1-2% választja el őket tényleg a Real Sociedadtól, meg a Bilbaótól, akkor még ott van a Betis is. Hát, dobogó, meg lesz. Akkor meg azt mondom, hogy nem. Hát akkor így zárjuk a mai adást, de mindenképpen ne felejtsétek el a feliratkozás gombot megnyomni, mert szokásokhoz híven most a hétvégén ismét kezdünk egy ilyen, hát mondjuk egy 2023 merész tippjeit megtippeljük, és persze kibeszéljük a 2022-es tippjeit közül, mi jött be. Ezek miatt is érdemes feliratkozni, és akkor vasárnap találkozunk a top 10 alkalmával. Sziasztok!